Ezen a 2020-ban készült drónfelvételen még dolgoztak a szakemberek annak a körforgalomnak a kiépítésén, amely a Korányi Frigyes utca és a Csaló köz forgalmas, nehezen belátható, balesetveszélyes csomópontját hivatott biztonságosabbá tenni. Az építési munkák átmenetileg megnehezítették az arra közlekedő autósok dolgát. Akárcsak ezeken az augusztusi felvételeken a Szarvas utcán. Itt több mint 450 méter hosszan újult meg az útburkolat, valamint 230 méter hosszan vízvédelmi létesítményeket is kialakítottak. Mindkét beruházás ugyanannak a nagyszabású projektnek a részét képezte. 100%-os állami támogatásból valósult meg ez a több mint egy milliárdos projekt. Hát 2017-ben kezdődött, Isten igazából a pályázattal, a pályázat megírásával, a tervezésekkel, és majd a különböző pontokon való útépítésekkel. Ez egy elég komplex folyamat, mert a Korányi esetében ugye nem csak egy szimpla útfelújítás történt, hanem járda, körforgalomépítés, különböző pontokon később átvezetések a gyalogosok és a biciklisek számára, hogy ők is balesetmentesek tudjanak közlekedni az utak mentén is, de hogyha át akarnak kelni rajta, akkor is. A Szarvas utca szintén folytatódott ez a projekt, mert ugye megépült korábban már a körforgalom, ami azt a balesetveszélyes útszakaszt, az Arany János utca, Kígyó utca, Szarvas utca kereszteződésében ugye megpróbálta a körforgalommal azért felülírni, és akkor utána most a belvárosig megépült a szakasz. A tervek szerint jövőre folytatódik a felújítás, így a Szarvas utca biztonságos és komfortos lesz egészen a belvárostól a most épülő körgyűrűig teljes hosszában. A megvalósult fejlesztések során ráadásul a zöld felületre is figyeltek. Természetesen figyeltünk a zöld felületre is, igaz, ezeknél az infrastruktúrális beruházásoknál azért nagy mértékben történnek olyan munkálatok, amelyek a zöld felület kárát okozhatják, és ennek kompenzálására több mint 1000 négyzetméternyi zöld felület rekonstrukció történt, több mint 50 fa került elültetésre, és több mint 400 cserje is helyet kapott a beruházások mentén. Ez azért is jelentős, mert évről évre nő az autók száma a város útjain, ami jelentős környezet és levegő szennyezéssel jár. A zöld felület növelésével pedig ez mérsékelhető. A Korányi úti körforgalom kialakítását bár voltak lakók, akik ellenezték, ma már nem vitatják, hogy a csomópont jóval biztonságosabb. Én azt gondolom, hogy megelégedéssel tapasztalhatják azt, hogy mennyivel könnyebb lett az életük, hogy a forgalom, amikor nem áll meg, nem fékeznek az autók, hanem dinamikusabban megy, még a zaj és porszennyezés is kevesebb. És azt hiszem, hogy aki akkor ellenezte, annak a véleménye megváltozott, mert hogyha valaki arra jár, és emlékszik még, mi volt a felújítás előtt, akkor óriási különbséget tapasztal, nem csak az út minőségében, hanem tényleg a forgalom dinamikájában. A sajtótájékoztatón elhangzott, az infrastruktúra már adott a balesetmentes közlekedéshez, ehhez azonban fontos, hogy a forgalomban résztvevők be is tartsák a kressz szabályokat.